Miskolcon és környékén sokak számára ismerősen cseng a Zips név. Van itt Zips Brewhouse, Zips Tapas, Zips Plázs, és még sorolhatnánk. Hát vendégünk a cég ügyvezetője, Halász Norbert. Szervusz, Norbert. Szervusz. Hát mesélj nekünk, mi ez a Zips? Én megnéztem a honlapotokat, és nem értem a végére, tehát annyira sok rétű, annyira sok szolgáltatás van, annyira sok mindennel foglalkoztok. Kezdjük a legelején. Mi volt az első? Mi ez a Zips? A sör. Az van, hogy az anyacég az szintén itt Miskolcon sörfőző berendezéseket fejleszt, gyárt, tervez, és ma már a világ 25 országában kb. 300 üzemet telepítettek le. És 2012-ben jött az ötlet, hogy mint egy marketing szoba megalapítottuk az Zips Brewhouse éttermet, aminek a lelke maga a berendezés, mert hogy ott helyben főzzük a söröket, és egy üvegfal mögött mindenkinek lehetősége. Látványsörfőzze. A gasztroélmény az pedig maga az, hogy a csapoknál mindenki saját maga tudja csapolni a sörét, azt persze főzde frissen, hisz valójában a legjobb, vagy a legjobban ajánlott fogyasztásra a friss sör, és ennek az élményét egyébként így mindenki át tudja élni, főzelátogatás nélkül is. De természetesen arra is van lehetőség, hogy ne csak az üvegfalon kívülről, hanem bent is lássák a folyamatot. Tehát ez volt az origó, ez volt a kályha, innen indult. Milyen típusú söröket dolgoztok ki, és milyen típusú söröket kínáltok igazából? Ja, kicsit áthallásos a kézműves sör az esetünkben, vagy a legtöbb esetben is így ezért hanyagoljuk ezt. Most mindenhol ezzel találkozni, hogy kézműves sör. Igen, de valójában tudod, a kézművesség az már lassan egy ilyen szitokszóvá kezdte kinőni magát, és feltételez egy technológia hiányát. Nálunk pedig azért az van, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert hogy a Európa egyik legmodernebb sörfőző berendezésén tudnak a kollégák gyártani. Így ezért az van, hogy gyakorlatilag a klasszikus értelemben vett kézművesség az valami kevés van már ebben a folyamatban benne. Inkább egy kicsit az van, hogy bár ha lehetőségünk van, szeretem elhanyagolni az angol szavakat, de mégis a craft sör az egyébként egy kicsit többet jelent, mint magát a kézművességet, de nevezhetjük organikus söröknek is, hisz a lényeg az, hogy kizárólag természetes alapanyagokból készül, szűrés nélkül, csak ülepítéssel, és olyan ez nekünk, hiába vagyunk mi az egyik legkisebb, sőt talán a legkisebb kisüzemi sörfőzde az országban, mégis garantáltan nálunk készült a legtöbb féle sör. Hát, hogy olyan ez egy kicsit, mint őrültudósoknak a laborja, vagy egy ilyen kis élmény konyha, tudod. Tehát, hogy így kiélhetjük magunkat. Mindenféle nyomás nélkül, vagy volumen nyomás nélkül itt van az előnye annak, hogyha valaki kicsi, ugye az van, Jobban lehet kísérletezgetni talán? Mindenféleképpen nagyobb a szabadság, én azt gondolom, és egyébként is attól, hogy az egyik legbonyolultabb eljárási mód egyébként maga a sörkészítés, ez egy őrült nagy szabadságfokot ad, hisz annyi mindennel tudsz játszani a készítés mentén, annyi mindennel lehet sört készíteni, így tudjuk jól párosítani hozzá a gasztronómiát is. Így alakult ki a sörgasztronómia. Na, erről beszélünk, mert a sör és a gasztronómia szerintem azért egy-egyben járnak. Tehát a sör mellé mindig kell valami ropogtatni, vagy valami jó kaját mellé rakni. Erről egy picit beszélj nekünk, Béci. Ez legalább olyan fontos volt, hogy a söreink minőségéhez, mert azt azért még itt zárójelben megjegyzem, hogy mi voltunk az ország első kisüzemi sörfőzdéje, akik nyílt világversenyt nyertünk Kentuckyban. És ez azért is volt különösen nagy szó, mert hogy azért mégis ennek Amerika az őshazája, és hogy miskolci picikek sörfőzdek. Egy kis városból, kis országból, és oda raktak az asztalra egy olyan sört, hogy mindenki. Így van, és ez a show all over kategóriát sikerült elhozni a kollégáknak, tehát hogy ez egy fantasztikus élmény volt, és ezt azóta már jó párszor megismételtük. Tehát a cél az volt, hogy a gasztronómiát is tudjuk hozzá fejleszteni a sörök színvonalához. Ennek útján vagyunk, de azt hiszem, hogy nagyon jó helyen járunk most már ebben. És az van, hogy a séfünk mindegyik egységünkben párosítja a sörökhöz az ételeinket. Mit jelent ez? Vagy sörrel készül, vagy a sör alapanyagát használják föl. Mondok rá példát, például a kenyereink, vagy a pék süteményeinkben is megtalálod egyébként a malátát, vagy az élesztőt. De hogy mivel ez, ugye ezek tehát organikus... folyamatos kapcsolatban áll a sör az gasztróval minden szinten. Abszolút, de minden tevékenységünkkel. De én azt szoktam mondani, hogy egyébként nálunk, vagy megpróbálunk mindenbe, amiben lehet sört tenni. Minden együttműködésünk alapja ez, olyan, mint egy konvertibilis fizetőeszköz. Tehát, hogy így lelket meg szívet cserélünk egyéb gasztropartnerekkel, vagy azt oktatjuk, ehhez értünk. Ezért ki is szoktam emelni, hogyha
ha mondják, hogy akkor most a gasztronómiát magas fokon űzítik, én mindig ezt szoktam mondani, hogy a sörgasztronómiát, hogy igazándiból mi ez a része, mihez értünk valójában. Ugye, ahogy beszélsz erről az egészről, én azt látom rajtad, hogy neked a munkád az a szenvedélyed, és tényleg nálad olyan szerencsésen párosult ez a két tényező, hogy te bejársz dolgozni, de igazából szórakozol, kicsit kísérletezgetsz, főztök valami újat, ha bejön, ha nem, akkor máshoz nyújtok. Tehát, hogy te bejársz játszani majd, hogy nem a munkahelyén, az jön le nekem, és az tök jó hallani. Egyébként ezt jól látod, én is azt tartom magamról, hogy a világ egyik legszerencsésebb embere vagyok, mert hogy szerintem, ha valaki megtalálja önmagát egy tevékenységben, akkor két dolog van, szokták mondani, hogy te mindig dolgozol, vagy soha nem dolgozol, hát ezt ki hogy nézi, optimistán vagy pessimistán. De ráadásul ez nagyon jól működik, mert hogy az, amit általában mondjuk most te látsz rajtam, ezt látod a kollégáinkon is. Mert hogy így az történik, bárki bejön bármelyik egységbe, hogy nagyjából úgy működünk, mint egy kicsit bolond olasz család, és hogy minden kollega egy kicsit autista. De ezt a szó jó értelmében akarom mondani, mert persze. Hogy én magam is az vagyok, ezzel persze. Szoktam védekezni, hogy valójában ezen kívül nem is érdekel semmi más. Tehát szoktam mondani, hogy ez viszont nagyon, tehát ha nyaralunk is, az is nekem az első utam a feleségemmel együtt, az egy sörfőzdébe vezet, mert hogy meg akarom nézni. Tehát, hogy nem járok túrázni, nem tudok mókuslest nézni, mert ott nincs értelme. Persze. Nincs sörfőzde, tehát valójában nem érdekel. De minden többi kollégám is ilyen, mert aki meg nem ilyen, meg lemorzsolódik, tehát nem tudunk csak egy munkahely lenni. Szerintem ez a titok nálatok, tehát ez a fajta szenvedély, amivel készítitek a sört és a gasztrót, ahogyan hozzányúltok a gasztróhoz, ettől működik ez jól, és ettől vagytok ti különlegesek is. És ez nagyon jó tényleg hallgatni, hogy vannak. Tehát van remény, igenis lehet úgy csinálni valamit, hogy az ember tényleg megtalálja azt a szerelmét benne is. Együtt tud válni vele. Abszolút így van. Sőt, Biró Lajos barátom szoktam mondani, és szerintem ezt ő nagyon jól tartja, hogy az éttermeknél is ez a fontos, de minden tevékenységnél, hogyha az ember a saját hangját megtalálja, akkor tudod, onnantól kezdve az van, hogy barátságok, együtt dolgozások, igen, kooperációk, kollaborációk születnek, és pozitív energiák is, és az van, hogy mi tudjuk az utunkat, ettől nem nagyon mozdulunk el, viszont azt baromira élvezzük, hogy ehhez tudunk bekapcsolni különböző egységeket, különböző tevékenységeket, de mindegyikben a sör a kohézió, mert hogy anélkül nem létezik. Hát ez nagyon jó, hogy végszónak. Nagyon szépen köszönöm.